Mielőtt meghallgatnátok a szózatot, hagyj adjak három elemzési vagy megfigyelési szempontot. Az első, figyeljétek meg a beszédhelyzetet, ki szól és kihez. A második, figyeljetek arra, hogy itt milyen viszony van múlt, jelen és jövő között. Ugye emlékeztek, a Zrínyi dalában a múlt és a jelen között szakadás volt, és az itt mutató névmás éppen ezt a szakadást, éppen ezt az önazonosságvesztést hangsúlyozta. A harmadik szempont pedig az, hogy figyeljetek arra, hogy milyen retorikai eszközökkel, milyen szónoki eszközökkel igyekszik mondandójáról meggyőzni bennünket a beszélő. Vörös Marti Mihály, szózat. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar! Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt. Ez, melyhez minden szent neved egy ezred év csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai. Itt törtek össze Rabigát Hunyadnak karjai. Szabadság, itten hordozák véres zászlóidat, s elhúltanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán. S népek hazája, nagy világ, hozzád bátran kiált. Egy ezredévi szenvedés kér éltet vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért, s keservben annyi hűkebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átoksúly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll. S a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyász könnyül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar, ez éltetőd, s ha elbukál, hantyával ezt akar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. 1835-1836 a bécsi udvar és a reformerők közötti kenyértörés pillanata. Először is szétoszlatják az erdélyi országgyűlést, azt a nagyszebeni országgyűlést, amelynek helyszíne közvetve utalás formájában, a szózatban is előfordul. Hiszen az ott törtek össze Rabigát, Hunyadnak karjai, az nem Nándorfehérvárra vonatkozik, mint sokan gondolnák, ugyanis Hunyadi 1442-ben Nagyszebennél szabadított meg 10 000 magyar foglyot. Aztán 35-36-ban három pert is indított az udvar a magyar reformmozgalom megfékezésére. Először Wesellényi Miklóst fogták perbe, azután Lovasi Lászlót és általában az országgyűlési ifjakat, Lovasi László volt az országgyűlési ifjak legfényesebb tehetsége, akiről azért tudunk keveset, mert amikor 40-ben kiszabadult a börtönből, már nem volt képes politikai tevékenységre. A harmadik per az csak 37-ben indult Kossuth ellen. Tehát fontos, hogy ebben a pillanatban az országot, illetve a reformereket kitartásra kellett buzdítani, mert úgy tűnt, hogy vége van annak a mozgásnak és mozgalomnak, annak a reformtörekvésnek, amely addig sokakat lelkesített. És ebben a történelmi pillanatban buzdított kitartásra Vörös Marti Mihály a szózattal. Nézzük először a vers beszédhelyzetét, és vessük össze Berzsenyi Dániel Magyarokhoz című ódájának beszédhelyzetével, illetve Kölcsey himnuszának beszédhelyzetével. Nagyon tanulságos ez az összevetés. Ugye a romlásnak indult hajdan erős magyar kezdetű Berzsenyi óda a nemzethez szól ugyan, de kívülről és felülről valamilyen
prófétai váteszi pozícióból. A himnusz a nemzet nevében szól ugyan, de nem a nemzethez, hanem az Istenhez, és az Istentől kér segítséget. A szózat viszont a nemzethez szól, de egyúttal a nemzet nevében is szól, a nemzet egyik tagja adja közre a közös akarat megszólaltatását, ezt a szózatot, ezt a felhívást, ezt a buzdító beszédet. Mennyire erős ennek a versnek a buzdító, önerősítő jellege? Elnézést kérek, hogy ilyen személyes dologgal hozzakodom elő, de én például a fogorvosnál, amikor fúrnak és nagyon félek, akkor magamban a szózat sorait szoktam mormolni. Egyszerűen azért, mert a szózatban valami olyan kitartásra, kínos pillanatok elviselésére felkészítő erő van, ami azt gondolom, hogy működésbe hozható. Ezzel nem azt akarom ajánlani, hogy más is erre használja a szózatot, de ez valamiképpen a vers lényegéből következik. Az erőt adó, fegyelmet adó voltából következik. Hogy egy kicsit irodalmibb és fennköltebb példát is hozzak a szózat szónoki jellegének magyarázatához. Szeretném elmesélni nektek, hogy a mintát Vörös Marti Vergilius éneiszéből vette. Az első énekben ugyanis Éneász mond egy buzdító beszédet a hajótörés túlélt megmenekült trójaiaknak. És annak a beszédnek az alapgondolata nagyjából ugyanaz, ami a szózaté. Tudnilik, hogy ha már annyi kínt és nehézséget elviseltünk eddig, akkor most már a jelent és jövőt is el fogjuk viselni. Tehát a legklasszikusabb hagyományaiból merít a szónoklásnak, a retorikának a szózat. E szónoki beszédmű vezérgondolata a vers szimmetria tengelyében található a 27.-28. sorban. Kiemeli a vezérgondolatot az idézőjel is. Egy ezredévi szenvedés kér éltet vagy halált. A vers, mint a jó szónoklatok nagyon gyakran, kiélezett alternatívát, vagy-vagyot, választási helyzetet szembesít a hallgatósággal. Az alternatíva előtti rész a versben a múltat és a jelent jeleníti meg. A harmadiktól az ötödik versszakig tartó rész a múltról szól. Azonban nagyon fontos, hogy itt a múlt megjelenítése gyökeresen különbözik a múlt és a jelen viszonyától a himnuszban, vagy a múlt és a jelen viszonyától a romlásnak indult hajdan erős magyar kezdetű versben. Ugyanis a szózatban éppen hogy az kap hangsúlyt, hogy a jelenbeli magyarság a múltbeli magyarsággal azonos. A jelenbeli ország a múltbeli országgal azonos. És az adásban sokszor emlegetett mutató névmások is éppen ezt az azonosságot hangsúlyozzák, hiszen azt mondja, hogy ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt. Itt küzdenek honért a Hős Árpádnak hada, és még további példákat idézhetnék arra, hogy az ez és az itt éppen azt súlykolja a hallgatóba, hogy ez a nemzet azonos a hajdani nemzettel, amely akkor hőstetteket hajtott végre, és éppen ez az azonosság jogosítja föl a jövőre. A himnusz és a szózat sok ponton párbeszédet folytat egymással. A himnusz balsor szavára válaszol a szózat hatodik szakaszának bal szerencse szava, vagy a nyolcadik szakasz átoksúly szava. Az Isten helyébe, mármint a himnusz istenének a helyébe, a szózatban a népek hazája nagyvilág kerül, mint valami fajta felsőbb instancia, akihez fohászkodni lehet, aki valami olyan magasabb erő, aki garanciája a nemzet jövőjének, a nemzet létének. Igen-igen fontos tehát, hogy Vörös Marti emberiség keretben képzeli el a nemzet boldogulását, és a nemzetet nem önmagában szemléli már. A két mű történelem szemléletére rávilágít két idézet különbsége. A himnusz azt állítja, s a szabadság nem virul a holtnak véréből, vagyis hogy az áldozatok nem hozzák meg a gyümölcsüket. Ezzel szemben a szózat ennek az ellenkezőjét állítja, az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vér. Tehát, hogy igenis a kiontott vér garanciája a jövendő boldogulásnak. A vers retorikus eszközeit, szónoki eszközeit nem igen sorolhatom föl. Az ismétléseket, a fokozásokat. Ezt azt hiszem, hogy mindenki észreveheti, csak példaképpen kettőt hoznék. Az nem lehet, hogy annyi szép hiába bont a vért, az nem lehet, hogy észerő és oly szent akarat,
ugye mondattani párhuzamosság köti össze a két szakaszt, később pedig az ellentétes gondolati tartalmú két szakaszt, az alternatívát, vagyis a jobb jövő, vagy a nemzethalál alternatíváját is mondattani párhuzamosság köti össze. Mert a jobb jövőt, a még jönni kell, még jönni fog egy jobbkor sorvezeti be, a nemzethalált pedig, vagy jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál sorvezeti be. Tehát az alternatíva, a tartalmi ellentét a mondattani párhuzamosság révén is nyomatékot kap. A vers szerkezetének rövid bemutatása után történelem szemléletének és nemzet szemléletének még egy sajátosságára szeretném fölhívni a figyelmet. Egyre már fölhívtam, tudnélik arra, hogy a nemzetet az emberiség részeként mutatja be Vörös Marti. A másik sajátosság ugye az volt, hogy a jelent nem állítja szembe a múlttal, hanem éppen a múlt és jelen közötti folyamatosságot hangsúlyozza, a nemzet önazonosságát. A harmadik sajátosság, amit szeretnék megemlíteni az, hogy Vörös Marti számára a nemzet és a haza az nem pusztán történelmi kategória, nem pusztán a nemzet történelmi létének szintere a haza, hanem a személyes lét szintere, hiszen azt mondja, hogy bölcsődez, s majdan sírod is. Tehát a nemzet, a haza immáron a személyes létnek is szintere. Összefoglalásként tehát a közelre mutató névmások az itt, a Zrínyi dalában éppen, hogy a múlt és a jelen közötti szakadást hangsúlyozták. Ezzel szemben a szózatban a múlt és a jelen folyamatosságát, a nemzet önazonosságát emelte ki az itt és az ez mutató névmás ismétlése. Tanár úr, vannak ilyen halvány emlékeim még a gimiből, mint hogyha József Attila elégiájában is nagyon fontos szerepük lett volna ezeknek a közelre mutató névmásoknak. Milyen meglepően jól emlékezel. Hallgassunk meg néhány sort az elégiából. Nézzük meg, hogy ott mi a közelre mutató névmás szerepe. Mint olmos ég alatt lecsapódva telten, füst száll a szomorú táj felett, úgy leng a lelkem. Alacsonyan. Leng, nem suhan. Te kemény lélek, te lágy képzelet, a valóság nehéz nyomait követve önnön magadra, eredetedre tekints alá itt. Itt, hol a máskor oly híg ég alatt, szikárló tűzfalak magányán a nyomor egykedvű csendje fenyegetően és esengve feloldja lassan a tömény bánatot a tűnődők szívén és elkeveri milliókéval. Az egész emberi világ itt készül. Itt minden csuparom. Sajnos az egész vers végighallgatására nincs időnk, ezért most következzék a befejezés. Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húz, vonz, hogy a táj nem enged, és miféle gazdag szenvedést taszít ide. Anyjához tér így az a gyermek, kit idegenbe löknek, vernek. Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz. Magaddal is csak itt bírhatsz. Ó, lélek! Ez a hazám. Az elégia a szózatnak egy különös parafrázisa, újrafogalmazása. Sok mindenben különbözik tőle. Összeköti mindkettőt a folyamatos közelremutatás, és az, hogy valaki azonosulásáért fejezi ki a tájjal. Igen ám, de mik a különbségek? Az egyik az, hogy itt nagyon határozottan egy embernek, a beszélőnek, ha tetszik József Attilának, a tájjal való azonosulásáról van szó. Egy másik fontos különbség, hogy a versben állandóan változik a nyelvtani személy. Hol egyes szám első, hol egyes szám második személyben önmegszólító formában szól magához József Attila, hol egyes szám harmadik személyben beszél a lelkéről. Tehát a versben egy ilyen állandó csapongás van, és ez a csapongás megfelel az egész vers nyugtalan, rapszodikus jellegének, és annak, hogy a tájhoz való viszonya is ambivalens, kétértékű, egyszerre szeretet és gyűlölet, taszítás és vonzás. Tehát a tájhoz való viszonya az nem egyértelmű vállalás, hanem egy kínokkal, gyötrelmekkel teljes vállalás, egy szeretet, gyűlölet, idegenkedés és vonzódás együttesében megfogalmazódó élmény. Ráadásul a táj itt nem az egész ország,
hanem a külváros. És ennek megfelelően a táj által jelölt nép sem a nemzet egésze, hanem egy társadalmi osztály, a proletariátus. Így aztán az ez a hazám záró motivum, zárlat, József Attila számára hazaként a külvárost és a proletariátust jelöli meg. Műsorunk azt a címet viselte, hogy élet vagy nagyszerű halál. És bizony a nemzet halál gondolata mai magyar költőket is úgy tűnik, hogy izgat. Szőcs Géza erdélyi magyar költő 10-12 évvel ezelőtt írott versét. Hallgassátok most meg, illetve annak néhány részletét. Here comes a candle to light you to bed. Itt jön a gyertya ágyadhoz elvezett. Antanténusz, szórakaténusz, te vagy a hunyó magyar nemzet. Életem egyszer már megfőtt, véget ért. Életünk egyszer már véget ért. A magyarokat kiirtották. A nagyhatalmak és kishatalmak, az októberi forradalmak, az antant és az antanténusz, a dombocskáját árusító magyar kurv, vagy mondjuk Vénusz, elvitt minket a háború, az árulás, a drágulás, a dögvész, s a születésszabályozás, a folytonos hadviselés önmagunk ellen, s a zuhanás át a történelmen, szebben mondva szabadesés, vagy még szebben mélyrepülés. A körúton szél lengett vadvirágot, és ott, ahol az ország háza állott, ott sárga arcát most egy búzatábla a fénybe szórja cséplőgépre várva. És a várhelyén most csőszkunyhó vigyázza, hogy vadkecske a szőlőt meg ne rágja. És a Moszkva téri metróállomásban meggyűlt a víz. És oda jár éjjelente egy öreg őzbak inni egymagában. És Kolozsvárt a főtéri lovas szobor. Bezúzott arcában két bogyó úgy remeg, mint forró vaslapon hideg eperszemek. Így nézett ki? Így nézett ki a nemzet halál. Bevégeztetett. Tanár úr, miféle nemzet halálról, illetve föltámadásról van itt szó? Szőcs verseire jellemző az, hogy időket, idősíkokat nagyon merészen vált, és a fantázia bélit, az elképzeltet és a valóságosat úgy keveri, hogy közben nem tájékoztat bennünket arról, hogy amit most éppen hallunk, látunk, olvasunk, az nem megtörtént, hanem egy lehetséges világ. Na most ebben a versben is én úgy gondolom, hogy a nemzet halála, az a vízió, amit a nemzet haláláról hallhatunk, láthatunk ebben a versben, az egy elképzelt nemzet halál. Ugyanakkor ennek az elképzelt nemzet halálnak, annak, hogy a budapesti és kolozsvári helyszíneket belepi a fű és állatok legelnek, az a funkciója, hogy ahhoz képest még a létező, akkor létezett világ is elviselhető és reményt adó. Tehát arra való itt a nemzet halál és a nemzet halál utáni vegetáció ábrázolása, hogy ehhez képest új reményt nyerjen a beszélő arra, hogy igenis érdemes és szükséges cselekedni, politizálni, van feltámadás. Hallgassátok meg a vers néhány befejező részletét, hiszen az egész versen megint csak nincsen időnk. Hát mérlegeld és járd körül az új esélyeket. A minap jól kivesztünk, s köztudott, kihalni összesen csak egyszer, vagy legfönnebb csak még egyszer lehet. Itt ő a gyertya ágyadhoz elvezett. Nem lehet kétszer is megúszni a nemzeti szívszélhűdést, hasonló betegségeket. Jövő időben ragozott igék és főnevek átvilágítják, mint a röntgensugár a kerteket és nyelvtankönyveket. A tények szemüvegén átfigyelnek téged. Ne habozz sokat. Várja, hogy szót kérj, és szavazzál benne. A történelmen s időn át létező összmagyar országgyűlés figyel. Még arra hívnám fel a figyelmeteket, hogy ma úgy tűnik, hogy a hazafias költészetben is helye van a humornak, a szójátéknak, a gyerekdalok játékoskodásának, az idegen nyelvű betétszövegeknek, ha tetszik, a hülyélkedésnek. Szőcs Géza költészetének egyik legfőbb erőssége az,
hogy a magas pátosz nem zárja ki belőle a játékosságot, az ügyes kis trükköket, hanem inkább, hogy hitelesíti azokat, és a ezred végen is a befogadó számára elfogadhatóvá teszi őket. Következő adásunkban szerelmes versekről lesz szó. A középpontban ismét egy Vörös Marti vers fog állni, de nem csupán 19. századi, hanem 20. századi szerelmes vers elemzésére is sor kerül. Ma pedig búcsúzóul hallgassatok meg egy nagyon különös és szerintem nagyon megrendítő szózat mozaikot. Hazadnak rendületlenül, ó magyar, légy híve. Hazadnak rendületlenül, légy híve, ó magyar. Jó hangosan még egyszer. Hazadnak rendületlenül, ó magyar, légy híve, ó magyar. Hazadnak rendületlenül, légy híve, ó magyar. Hazadnak rendületlenül, légy híve, ó magyar. Hazánnak rendületlenül, légy híve, ó magyar! Elmondtam. Egyszer elmondtam, én mondom. De akkor nem vettük föl. Tudta a gépe. Miért nem vettük? Hazánnak rendületlenül, légy híve, ó magyar! Bölcsődöz majdon sírod is, de ápos eltök. A nagyvilágon elkívül nincsen számunkra. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáig vére folyt. Ez májhez minden szent nevet, egy azdádi csatot. Itt küzdenek Hunért a hős Árpádnak hadaim. Itt törtek össze a vidrát, fiatnak hajt. Szabadság, itt behordozák vére zárkoldra. Elhújtanak legjobbjaink. Arccalat. És annyi bal szerencsekhöz oly sok viszály után. Megfogy a vár, de tőle nem, ér, nem lett, e hazám. Népet hazája, nagy világ, hozzád a bátran fiát. Egy ezredévi szenvedéskér éltet vagy halál. Az nem lehet, hogy annyi szív. Hiába volt. S kásárvá annyi hű, tebár szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész erő és oly szent akarat. Hiába sorvadozzanak egy altak súlya. Még jönni kell, még jönni fog egy jó kor. Mely után húzó imádság epedez százezred hajakán. Vagy jönni fog, vagy jönni kell a nagyszerű halál. Hol a temető is felett egy ország vérvállal. S a sír, hol nemzet süllyedett, népekbe szükül. Az ember millióinak szemébe gyász könnyül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar! Ez éltetőd, s ha elbukál, hantjával ezt akar. Nagyvilágon ekívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy veljen sors keze, itt élned, halnod kell.